Tisztelettel köszöntöm a Szent László Magyarság Tudományi Akadémia keddesti hallgatóit. A mai adásunk rendhagyó abban az értelemben, hogy nem kizárólag a Magyarok Világszövetsége 9. kongresszusához kapcsolódik, természetesen ahhoz is, hanem a felvidéki magyar kitelepítettek napján kívánunk megemlékezni a 20. századi magyar sorsdráma sorozatnak az egyik megrázó eseményéről, a II. Világháború utáni felvidéki magyar sorsról. Valahogy úgy vagyok ezzel a dátummal is, mint mondjuk az első világháborút lezáró trianoni diktátumhoz kötődő, trianoni diktátumot jelölő június 4-i nappal, vagy a II. Világháborút lezáró párizsi békét jelölő február 10-i nappal, amiről szükségszerűen lesz szó a mai napon is, a mai megemlékezésemben is. Elsősorban azonban olyan dokumentumokat szeretnék majd bemutatni. Köszöntöm elnök urat. Olyan dokumentumokat szeretnék bemutatni, amelyek érzékeltethetik, hogy mi is történt a elnök úr parancsoljon helyett. A magyarsággal a II. Világháború végén itt a felvidéken, de ami meggyőződésem szerint ugyanúgy, mint a többi dátumok, elválaszthatatlan a magyar sorstól. Így az első világháború és az ezt lezáró trianoni diktátum megkerülhetetlen része ennek a mai megemlékezésnek, hiszen ezt a diktátumot az első világháborúban megjutalmazott közép-európai nemzetek, mint egy nemzeti ürftörténetük betetőzését hirdetik mind a mai napig. A magyarság által, vagy az osztrák-magyar monarchia által, ez számunkra egy kicsit hízelgőbb, mint az első megfogalmazás, elnyomott népek 1000 éves szabadságvágyának a megvalósulásaként. És egyáltalán nem beszélnek arról, hogy ezek az államok, ezek nagyhatalmi diktátum révén jöttek létre. Nagyon érdekes ez a történet azért is, mert lépten nyomon bele fogunk botlani abba a kérdésbe, ami az egyik központi eleme a Magyarok 9. világkongresszusának is, a magyar nemzetstratégia alapkérdésének, a nemzet meghatározásnak, mi a nemzet, mi az állam, vajon úgy van-e a 20. században is, vagy a 21. században is, ahogy mi meghatároztuk a Magyarok 8. világkongresszusán, hogy tudnélik, az állam a nemzet létfenntartó ereje. Az az intézményrendszer, amelyik akár erő alkalmazásával is köteles érvényt szerezni, hiszen ezért hozzá. Ha most ebből a szempontból gondoljuk meg, mondjuk a mai megemlékezésünk központi szereplőjének, mondjuk a csehszlovák államnak a létét,
hogy hogy jött létre az első világháború végén, vagy már az első világháború befejezése előtt is, akkor megdöbbenten kell tapasztalnunk, hogy ez egyáltalán nem a cseh, pláne nem a csehszlovák nemzetnek az évezredes harcát fejezte ki. Hiszen még a csehországi csehek sem nagyon tudtak arról, hogy milyen döntések születnek 1918 nyarán Párizsban, Londonban, Washingtonban. Amikor október 28-án a prágai politikusok bejelentik a Csehszlovák köztársaság megalakulását, és Turócszentmártonban hamarosan összeül az a tanácskozás, amelyikre a csehszlovákok is azóta is hivatkoznak. De ugyanígy lehetne Kárpátaljáról beszélni. A kárpátaljai ruszinoknak a Masarykkal kötött egyességéről beszélni, ami szintén része a végül is Trianonban szentesített Kárpátalját is magában foglaló csehszlovák államhatárnak. Meggondoljuk azt, hogy a magyar fegyverszünet megkötésekor, tehát 1918. november 3-án Padovában megkötik ezt a fegyverszünetet. Nem tudnak magyar frontot megjelölni. Egyetlen frontszakaszra lehet fegyverszünetet kötni, az olasz frontra. Se a románok, se Benesék, akkor még nagyon fölösleges lenne csehszlovákokról beszélni, ezért mondom inkább, hogy Benesék, nem értik, hogy mi történik. Hogy lehet az, hogy az a francia vezérkar küldi el Diász tábornoknak Padovába a fegyverszüneti szöveget, akik nyáron ismerték el a csehszlovák hadsereget, és most ősszel Amerika nyomán a csehszlovák államot is. Amerika és Anglia nyomán csehszlovák államot is. Hogy jöhetett létre ilyen határ? Ugye úgy, hogy a magyar határon nem volt front máshol. Márpedig a fegyverszüneti egyezmény azt jelentette, és ezt lehetett keresztül vinni, hogy azért kell külön fegyverszünetet kötni, hogy Wilson ne diktálhasson. Azért kell fegyverszünetet kötni, hogy ez politikai döntések nélküli tisztán katonai akció legyen. Márpedig, ha tiszta katonai akció van, akkor csak a frontszakaszokon lehet a fegyvert letenni, tehát máshová nem lehet érvényes döntéseket hozni. Na most milyen messze vagyunk még attól, ugye, hogy majd december 6-án, Mikulás napján a Barta-Hodzsa egyezményben meghúzzák az első szlovák-magyar demarkációs vonalat, ami nagyjából az etnikai határoknak felel meg. Milyen messze vagyunk még attól, hogy Benes újabb lázadására ezt a francia vezérkar nyomására megváltoztatják, és karácsonyra létrejön az újabb demarkációs vonal bejelentése, ami már jelentősen közelít a végleges demarkációs vonalhoz. De még csehszlovák állam nincs ahhoz, a cseheknek katonailag meg kell szállni a későbbi Szlovákiát. Le kell verni a helyi szlovák ellenállást, hiszen az eredeti kapcsolatfelvételek is mindig
a szlovák autonómia jegyében születtek a szlovák fél részéről a csehekkel, és egyáltalán nem volt eldöntve 18 őszéig, hogy a szlovákok akarnak csatlakozni a csehekhez. A Turó-Szentmártoni határozat pedig egy meghamisított szöveg, amit azóta tudunk. Tehát azt lehet mondani, hogy az állam, a csehszlovák állam nagyhatalmi döntések alapján jött létre, és nem a nemzet hozta létre. A nemzet nem volt beavatva. Masaryk szervezete, ezt a mafia volt, ugye, ezt a nevet viselte, hiszen titkos szervezetként kellett létrehozni. Nem lehetett populáris tömegszervezet. Csehországban sem, mondom, Szlovákiában meg már. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar nemzet államát ugyanilyen érdekek mentén, csak fordított előjellel törték össze. Szakították el kétharmad részét, és elég azt mondani, mondjuk Kocsis István szavával, hogy csak Romániához az 5 millió románnak nagyobb területet szavaztak meg, mint a 9 millió magyarnak. Ők 103 ezer négyzetkilométert kaptak Románia címen Magyarország területéből, és egy olyan határozat nyomán, arra hivatkozva, már a román történészek hivatkoznak erre, mások nem, ugye a gyulafehérvári határozat nyomán, ami a népek önrendelkezését volt hivatott helyettesíteni, amit mondjuk Wilson hirdetett meg 1918. januárjában. Tehát látjuk, hogy az történik ezután, hogy nagyon érdekes diplomáciai és hatalmi szövetségek jönnek létre 1920 után a legyőzött Németország és a Szovjetunió között nagyon fontos titkos katonai és politikai kapcsolatok jönnek létre, majd megint a politikai szembenállás is, hiszen a Szovjetunió létrejötte pillanatában eleve világhatalmi törekvésekre épített, eleve azt hirdette meg, hogy az egész világ szovjetekből kell, hogy álljon. És erre minden esély megvolt, a fő bázis terület, amit kinéztek maguknak, az Németország volt. Karnyújtásnyira volt az, hogy a 20-as évek végén Németország is ne kommunista állommá váljon. Ugyanígy ugye a trianoni dönt, illetve az első világháborút lezáró békék szellemében, és vissza kell térni ehhez a fogalomhoz, a nemzet és az állam fogalmához, hiszen ez az első világháborús békekötés mondja ki, és ez az egyik legveszélyesebb fogalom, a nemzetállam fogalma. Nemzetállamokat hoznak létre, ami természetesen hazugság, egyik sem nemzetállam. Mindegyik több nemzetiségű állam, és ennek jelentősége van, majd éppen a felvidéki kitelepítettek esetében is, ez egy visszatérő fogalom lesz. Így nemzetállam Románia, nemzetállam Jugoszlávia, azonban az első világháború még a nemzetiségek számára, így nevezik ekkora nemzetiségek számára bizonyos garanciákat hoznak létre, amelyeket a Népszövetség lenne hivatott majd érvényre juttatni. Most ezeket a második világháború ezt az egész rendezési elvet tulajdonképpen felmondja, a müncheni egyezményben ugyanazok a nagyhatalmak, amelyek az első világháborús békét szentesítették,
el kell ismerjék, hogy rossz diktátumot, diktátum sorozatot hoztak létre. Ennek is ez a müncheni egyezmény azért is érdekes, mert minket, magyarokat nyugtalanít azóta, és az a kérdés, hogy vajon mi fordíthatta ennyire szembe velünk a Szovjetuniót? Ennyire megkülönböztetettel szembe. Az egyik az első bécsi döntéssel különösen. Hiszen ennek a területnek a rendezése az a Szovjetuniónak is érdeke volt, mint tudjuk, hogy az első, a második világháborúba való belépésünk is kötődik ehhez. Hiszen a szovjetek a románoktól kérik Beszarábiának és Kofinának az átadását. És akkor hát mi is ezen a réven csatlakozunk ehhez az áramhoz, és a második bécsi döntés ezt vissza is igazolja. De ezekre a döntésekre nem hívják meg a Szovjetuniót, már pedig a Szovjetunió egy ilyen nagy hatalom, amivel Hitler, lám, egy ilyen teljesen egyedülálló és az egész világot megdöbbentő paktumot köt, amelyik eleve ugye Közép-Európát felosztja e között, a két európai szuperhatalom között. Most ez azt is jelenti, hogy az a Csehszlovákia, amelyiket a demokrácia és a francia köztársasági eszme közép-európai mintaállamának tekintettek, és amelyiket azért is hoztak létre, hogy mint egy ideológiai, katonai bázisa legyen ennek a nagyhatalmi jelenlétnek, ezeknek az egyezményeknek a folyamánya képpen fokozatosan szétmálik. És ezt a folyamatot közben a Szovjetunió is elismeri. Gondoljuk meg, hogy a 1939 márciusában, március 15-én létrejött változásokat a Szovjetunió elismeri. 1939 őszén nagykövetet cserél Szlovákiával. Tehát azt a Szlovákiát, ami így jön létre, a Szovjetunió elismeri. Különösen érdekes az, hogy a Szovjetunió majd akkor fog változtatni ezen a véleményén, amikor a közép-európai hadba lépések megtörténnek. A szlovákoké, a románoké, a magyaroké megtörténik. Ebben az évben fogja elismerni a Szovjetunió, vagy fogja kimondani a Szovjetunió azt, hogy mindenféle határváltoztatás érvénytelen. Jól lehet, ebbe beletartozik ez a Szlovákia is, amelyikkel diplomáciai kapcsolata van. Még ekkor. Most ez azért is fontos, mert itt, innen, ebből a Csehszlovákiából el kell mennie a első világháborús békekötés emblematikus figurájának, és tudom, itt több ilyen címet tudnék felmutatni, ami a mi szájunk íze szerint való. Az egyik egy szlovák szerzőnek a regénye, talán számukra ez a legbeszédesebb, Edvard Beneš a likvidátor című. A másik pedig egy magyar történész kollektívának a könyve, a Beneš dekrétumok és a magyar kérdés 1945-48, de mutathatnám egy másik cseh történésznek, Sutájnak a könyvét, Magyarok Csehszlovákiában 1945-48 című könyvét. Tehát Benešnek a kényszerű távozása ekkor történik,
és az ő magatartása meghatározó lesz a későbbiekben is. Nyilván megint felvetődik majd az a kérdés, ami az első világháborúval kapcsolatban is elképzelhető, hogy két ember, ugye mint a 14 végén távozó Masaryk, majd az egy évvel később utána Párizsba és Londonba kimenő Benes felkavarják az egész világot, és létrejön. Nagyon érdekes, hogy ez Masaryknak, a filozófusnak a szavával, ő hogy ír erről az első világháborúról. Azt hiszem teljesen egyedülálló a történeti irodalomban. Az ő könyvének a címe az, hogy Világforradalom. Benes vagy 8 évvel később fog könyvet kiadni erről, vagy még több. Annak az a címe, a Nemzetek forradalma. De ez mindenképpen forradalom, amit... Tehát nem világháború, ez a Nemzetek forradalma, ahogy mondtam, az üdv történetnek a beteljesülése. És ennek a Benesnek távoznia kell, és egy nagyon érdekes dolog az, hogy a helyére lépő, nem biztos, hogy én jól ejtem ezeket a cseh meg szlovák neveket, elnézést kérek minden csehül és szlovákul tudó hallgatónktól, vagy akik esetleg majd kifogásolják, aki nagyon sokáig éppen azért, mert ezt Benes így állította be, hiszen mindig kell aktuális politikai hivatkozási alap azokra a döntésekre, amiket majd meg fognak hozni. Hát ennek a ilyen értelemben áldozott ez a HH is, aki egy köztiszteletben álló magas bírói személyiség ekkor, és akit még Teleki Pál is megkeres, hogy titkos egyezményt, titkos közeledést, ki nem mondott közeledést próbáljon elérni. És aki számos dologban szembe helyezkedik Hitlerrel. Nos, ennek a HH-nak az utódlását végül is távozásakor Benes maga is elismeri. Ez egy hallatlanul fontos dolog, mert azon túl, hogy ő most egy személybe megy ki, ez azt is jelenti, hogy annak az államnak az alkotmányán és törvényén kívül helyezte magát, hogy mondjam, politikai hatalmi jogosítványokkal rendelkező államfőként, vagy politikusként nem nevezheti meg tovább magát, hiszen ő maga lemondott, a lemondása érvényes, megszületett a nemzetgyűlésnek a döntése, a köztársasági elnököt kinevezték, a köztársasági elnök képviseli Csehországot törvényesen. Nos, ez eltart egészen addig, ameddig valamelyest is nem tisztázódik itt Közép-Európában a helyzet. Nem látszik, hogy a nagyhatalmi viszonyok hogy fognak itt körvonalazódni. Erre jellemző az, ahogyan ugyanez a Benes innen távozásakor a kisebbségi kérdésekhez viszonyul. Ahogy innen távozik, körülbelül a Molotov-Ribbentrop paktum megkötéséig. Még ő mindig nyerekben érzi magát, és nagyon fenyegető nyilatkozatokat tesz a kisebbségekről. A Molotov-Ribbentrop paktum után egészen a 41. júliusáig azonban mélységesen hallgat, megváltoztatja a hangnemet, nem beszél ilyen agresszív módon kisebbségről sem, Csehszlovákia területén élő egyik kisebbségről sem, sőt, arra igyekszik helyezni a hangsúlyt, hogy minden csehszlovák állampolgárnak majd a demokratikus Csehszlovákiában újra teljes állampolgári jogai lesznek nemzetiségre való tekintet nélkül. De attól kezdve, hogy ez a hadbalépés megtörténik,
a közép-európai kisállamok részéről ismét élesen hangot vált. Különösen beszédes az, ahogyan hívják ezt a szudéta német politikust, Wenzel, gyere szembe jut. Ezzel a szociáldemokrata szudéta német politikussal levelet vált, és amiben 41-től kezdve Kerek Perez megmondja, hogy nincsen tovább szó szociáldemokráciáról, polgári demokráciáról, erről, arról, vége, nektek menni kell. Na most ez azért fontos, mert különösen itt mi bennünk magyarokban nagyon erősen belénk nevelték azt, hogy hát mint mi az utolsó csatlósok, mint Hortinak ez a balul sikerült kiugrási kísérlete, mint az utolsó csatlós, hát mi nem is számíthattunk másra, és ezt megint megérdemeltük legalább annyira, mint az első világháborús döntéseket. És ezt ettől kezdve valóban mindegyik állam, Románia, Titóféle, Jugoszlávia, Csehszlovákia, sőt most már a csehek és külön teljes erővel hangoztatják. Különösen érdekes a szlovákoknak a magatartása. Ugye a szlovákokról tudjuk, hogy a Tizóféle Szlovákia Hitler kirakat állama volt. Valahogy olyan kirakat állama, mint a Szovjetuniónak később az NDK. Tehát a lehető legmagasabb életkörülményt igyekezett biztosítani ebben a Szlovákiában. Na most egyetlen mondatot szeretnék idézni, és itt tisztelettel emlékezni egy kommunista íróra, innen Szlovákiából, egy kommunista magyar íróra, Fábri Zoltánra, aki 1946-ban, tehát a magyar deportálásoknak a teljében, ugye 1946 novemberétől indul, 99 napon át tart, -21-26 fokos hidegben a magyar családoknak a vagonírozása. Ő idézi az egyik, és ezt 46-ban megjelenteti. A végén szeretnék majd idézni abból, ahogyan ő a csehszlovák kommunistákhoz és írókhoz fordul a maga üzenetével ebben a Vádlat megszólal címírásában. És ebben mondja azt, hogy Szlovákiában nem kellett másat tenni 45 után, és miután eldöntötték, hogy a nemzetiségi államból nemzetállam lesz, mégpedig a csehek és szlovákok tisztán szláv nemzetállama lesz, nem kellett nekik más tenni, és a németeket ki lehetett űzni, ez is egy lényeges dolog, mindenütt Lengyelországban is, Csehszlovákiában is, a németeknek a kiűzését a szovjetek magukra vállalták. A magyarokét nem. A magyarokét rábízták azokra a nációkra, akiknek odaadták, vagy visszaadták ezeket a területeket. Romániában a románokra, itt is felmutatnám ezt a könyvet, ami a romániai kitelepítéseknek az egyik megrázó dokumentuma, ahol valóban ugyanígy románok hajtják végre a magyaroknak a tömeges kitelepítését és deportálását 10 000-ével. Sőt, ugye ott még vissza is űzik az Észak-Erdélyből, vagy ki is parancsolják, nem űzik, ki parancsolják Észak-Erdélyből a román visszaáramló félkatonai és katonai erőket is, de végül is majd a románokra ráhagyják ott is a magyarokkal való elbánást, ugyanúgy, mint Tito Jugoszláviájában,
és pontosan ugyanez fog megtörténni, és erről kell egy kicsit részletesebben beszélni itt Szlovákiában is. Ugye azt mondja, tehát Fábri Zoltán, hogy Szlovákiában nem kellett más tenni, csak azt, amit eddig Tiso Szlovákiájában a zsidókról mondtak, a magyarokra kell mondani. Tehát a magyarokra kellett áthangolni a Tiso Szlovákiájának a zsidó ellenes propagandáját és módszereit is. Na most nagyon és kell nagyon fontos tudni azt, hogy tehát 42-től kezdődően a nyugati hatalmak is tudomásul veszik, hogy a újra visszaállítandó Csehszlovákiában a nemzetiségek felszámolásának a kitelepítés lesz az útja. Akár a magyarok kitelepítése is szóba jöhet. Bár a nyugati hatalmak javára lehet mondani, hogy ők nem egyeztek bele soha, hogy ugyanúgy kell kitelepíteni a magyarokat, mint a németeket, ellentétben a szovjetekkel, akik ezt kezdettől fogva támogatták. Tehát, és erre, akihez nem jutott el, mindenkinek ajánlanám, hogy vegye, próbálja megszerezni ezt a kis könyvet, Janis Kálmánnak a Hontalanság éveit, ami még annak idején, a 70-es évek végén nyugatra csempészett formában jelent meg először, és amit még aztán utána később itthon is kiadtak, ez azt hiszem ez a harmadik kiadás, 89 körül valamikor jelent meg. Nos, ebben a könyvében Janis Kálmán drámai dokumentumokat mutat be, hogy hogy is történhetett ez meg. Azt mondja, hogy elterjedt vád volt többek között az, hogy a magyar hadsereg a németekkel összefogva fellépett a szlovák nemzeti felkelés elfolytása érdekében. Hozza a dokumentumokat, hogy milyen közlemények is jelentek meg Moszkvában, a moszkvai kommunista emigráció részéről. És milyen visszhangja van ennek a szlovák nemzeti felkelés dokumentumaiban. És nagyon szépen mutat rá arra, hogy a szlovák nemzeti felkelés sokkal hamarabb fogalmazza meg azokat a szélsőségesen magyar gyűlölő követeléseket, amelyeket Benes is ilyen éles formában csak néhány hetes késéssel fog visszhangozni. És ezt azért teheti meg, mert a moszkvai kommunista emigráció erre fel van hatalmazva, erre ki van képezve. 1944 augusztusa, szeptembere, októberre, ugye ez a szlovák nemzeti felkelés. Ugyanekkor a több oldalú nyomásra Horthy beleegyezik abba, hogy fegyverszüneti delegációt küld Moszkvába, akik fegyverszünetről tárgyalnak. És itt nagyon hamar, október elején ez a fegyverszüneti delegáció eredményt is ér el, mert rááll Horthy is arra, hogy ezt a feltétel nélküli fegyverszünetet kössék meg. Ebben szó sincsen például a felvidéki magyarokról. Meg sem említik őket, kötik meg. Ekkor történik a... És közben már megy éppen ezért, mert itt egy nagyon tudatos politikai és katonai döntésterv van folyamatban már ekkor, aminek a lényege az, hogy Szvobodájék jönnek a Duklai hágon a cseh hadsereggel, innen pedig jönnek az orosz partizánok, és megy a szlovák nemzeti felkelés,
És ekkor már a propaganda az, hogy a magyarokat ki kell űzni Szlovákiából. Ahogy telik az idő, hát kiderül, hogy hát október ugye 15-én Horthy kiugrási kísérlete megbukik. A Janis Kálmán elemzése azt hiszem, hogy mai napig méltó arra, hogy a magyar köztudat megismerkedjen vele, mint hogy nem adják ki újra a könyvet. És ezt az elemzést szeretném itt nagyon hangsúlyosan szóba hozni. A dokumentumok alapján mondja ki, hogy amennyiben a Horthy féle kiugrási kísérlet sikerül, és ez el volt tervezve, bele volt kalkulálva a szovjet haditervekbe, és a nyugati szövetségeseknek a magatartásába is, amennyiben sikerül ez a kiugrási kísérlet, ma Szlovákiában egyetlen magyar sincs, vagy annyi, mint amennyi német van, amennyi német maradt. Ugyanis, és erre megvolt a megegyezés korábban, 1943. decemberében Benes Moszkvába látogat, és egy 10 napos tárgyalást folytat, elsősorban Molotovval, de 2 alkalommal Sztálinnal magával is. És ezeken a tárgyalásokon konkrétan szóba kerül mind a majdani Csehszlovákia szlovákjainak, mind a magyarjainak az ügye. Hát természetesen, hogy ki kell őket űzni az országból, ki kell telepíteni őket, mert hát szláv nemzetállamot kell létrehozni, és a nagy szláv testvér fogja is segíteni, támogatni azt, hogy itt szláv állam jöjjön létre, ugyanúgy, mint a délszláv állam. És tehát sikerül, akkor nem marad olyan katonai erő a felvidéken, amelyik ezt megteszi. És a másik ilyen sokkoló tanulság ennek az elemzésnek az, hogy ennek az viszont az eredménye, hogy a háború ilyen hosszú ideig még meghosszabbodik, hogy ennyi szörnyűség következik be itt a majdani Magyar Népköztársaság területén is, és a zsidó deportálások és más ehhez hasonlók is. Tehát azt mondja, hogy 1944. októberében felvidéken lényegében a magyar és a zsidó etnikum élethalál kérdései ütköztek ebben a kérdésben. Most a lényeg azonban az, hogy ez elbukik azért, mert a kiugrási kísérlet nem jön létre, és ezért Szlovákiába jóval később fognak odaérni, és leverik a szlovák nemzeti felkelést. Tehát nincsen támasza annak, hogy keresztül vigyék ezt az elképzelést, és ezért ugye Csehszlovákia abban a helyzetben találja magát, hogy akkor fog szembesülni igazán és élesen a magyar problémával, miután a németet sikerül a Potsdami Egyezmény alapján végrehajtani. A magyar viszont éppen a Potsdami Egyezmény alapján nem lehet végrehajtani, és se a fegyverszünetbe, se a békeszerződésbe nem foglalják bele a magyarok kitelepítését, majd a lakosságcserét azt belefoglalják, és ez lesz egy fegyver, amiért ma erről beszélni kell. De a magyarok kitelepítését nem foglalják bele egyikbe se. Ezért jóval később, akkor, amikor már a románok rendesen elrendezték a magyarok ügyét, amikor a titóék rendesen elrendezték a magyarok ügyét, ők majd akkor, és ők is a deportálásokban már belekezdtek, ugye, ahogy mondtam, 46 novemberétől 47 februárjáig. Ők majd 47-től kezdődően, és hogyha megnézzük, hogy mi mit csinálunk ugyanekkor, hogy
veszünk részt a béketárgyalásokon, hogy tárgyalunk ezekkel a csehekkel, vagy csehszlovákokkal, politikusokkal. Megnézzük, hogy viselkedik az a Jan Masaryk, aki Tomás Garrigue fia, és aki külügyminiszter, és aki egyszerűen irredentizmusnak nevezi azt, hogy Gyöngyösi fel mer szólalni, és figyeljük meg, hogy hogy szólal fel Gyöngyösi, mikor először megszólalhat. 46. augusztusában szót kap a békekonferencián, a párizsi békekonferencián. Maga az a tény, hogy megszólalhatunk mi is ezen a tárgyaláson. Tessenek elképzelni, hogy micsoda béketárgyalás ez. Azt mondja, akit most meghívtak a konferenciára, nem úgy, mint az első világháború végén, hanem itt több rendben is hozzászólhatott, de micsoda kegy, hogy megengedik, hogy megszólaljak. Ez mutatja az állapotát ennek az egész nemzetközi politikai helyzetnek. Tehát a csehek és szlovákok egyrészt szembesülnek azzal, hogy hát itt most egy közös nemzeti államot kell létrehozni, de most hogy pakoljuk ki a magyarokat, hiszen felkészítettük az egész Szlovákiát arra, hogy itt nem lesznek magyarok. Több dokumentumban mondják ki, hogy az, hogy ez csehek és szlovákok nemzeti állama, az azt jelenti, hogy nincsenek tovább kisebbségi jogok. Így, kereken. Szlovákiában nincsenek kisebbségi jogok. Vagy Csehszlovákiában nincsenek kisebbségi jogok. Nem is lehetnek, hiszen ez a szlávok nemzeti állama. Akik nem szlávok, azok nem számíthatnak ilyenre. Milyen eszközök maradnak? És itt jövünk be tulajdonképpen a képbe, a mai megemlékezésünknek a tárgya ez. Marad a diplomáciai megegyezés lehetősége, ugye azt mondják, hogy a magyarokkal egyezzenek meg, és nem akarják elhinni a csehek, akik Benes bűvöletében és abban a hiszemben, hogy ugyanabban a pozícióban vannak most is nemzetközileg, mint az első világháború után, bármit megcsinálhattak gyakorlatilag. Szerintem, hogy most is, ha már egyszer ennyire feltüzelték őket a magyarság gyűlöletére, és arra, hogy az a megoldás, ezt mondom, az összes diplomáciai fórumon ők ezt képviselték. Azt mondja ez a Jan Masaryk, hogy mi azt ajánljuk a magyaroknak, hogy oldjuk meg egyszer és mindenkorra a csehszlovákiai magyar kisebbség kérdését. Ha a lakosság cserével, ha a bűnösök deportálásával, akiket 200 000 főre becsülnek, magyar a fasizmusban bűnös magyaroknak a számát, hát, hogyha ezeket mindet kitelepítjük, akkor mi itt végképp és békében fogunk élni. Megvalósítottuk a szláv paradicsomot itt Csehszlovákiában. Tehát ez egy teljesen nyíltan és minden diplomáciai fórumon hangoztatott kijelentés volt. Ez különösen sokkolta, ahogy mondom, és egy idézetet szeretnék erre felolvasni, ezt a Fábri Zoltánt, a írásából idézetet olvasnék fel. Ezt írja, hogy 420. lap. Egyetlen egy politikai irányzat van, mely csak önmagát látva és felnagyítva nem ismer kisebbségi kérdést, ez a fasizmus. Egyetlen egy világszemlélet és lelkiség van, mely totalitás igényénél fogva nem tűrhet kisebbségi gátlást, és ez a fasizmus. A fasizmus a faji imperializmus tekintet nélküli kizárólagossága.
A fasizmus 1945. májusában kapta meg a halálos kegyelemdöfést. És most mégis kísértettek járnak közöttünk, 1946 nyara. Kísértettek? Élő, húsvérből való emberek. Tájainkon a rasszista materializmus az uralkodó törvény. A faji imperializmus tekintet nélküli kizárólagossága. Jaj a győzőknek! Nagyon fontos ez, nem a legyőzötteknek. Jaj a győzőknek! Mert ezek aljasok. Mert ezek azt szajkózzák, ami szép és ami jó, és ilyen aljasul viselkednek, mondja ki kertelés nélkül. Még egy idézetet itt a legvégéről olvasnék belőle, 130. lap. A befejezést tudnélik. Itt fog a világ közvéleményeihez és a cseh és szlovák kommunistákhoz és írókhoz fordulni, és nem tehetem meg, hogy itt ne jusson majd eszembe az 57-es Magyar Írók Szövetségnek a levele. Mert nagyon hasonlóan válaszolnak ezek az írók is a Fábri Zoltán levelére. Elkárhozottan és üdvözülten, megszállottan és megverten, mi voltunk és vagyunk a Vox Humana népe, áldozói és áldozatai, kikiáltói és elnémítottjai, hűségesei és elmarasztaltjai, végleges és végzetes predesztináltjai és elkötelezettjei. Ki tud rólunk, ki látott minket? Kassa utcáin 1945. novemberében ilyen feliratokat lehet olvasni. Kto chce vidjet Barbara, nech si pozrie madara. Aki barbárt akar látni, nézzen a magyarra. Segítség. Segítség. Messziről, az idők mélyéből furcsa visszhang üti meg a fülemet. Rokonhangok. A szellem érték és erkölcstudatának segélykérő SOS jelei. Csehszlovák hangok 1938. augusztusában a csehszlovák demokrácia volt a német fasizmus első osztályú vádlottja, rágalmazottja. A cseh és szlovák írástudók igazuk tudatában a világ közvéleményéhez appelláltak. Nem olvasom fel a levelet. Azért, mert itt lesz ennek a fordítottja, ahogy Fábri Zoltán fogalmaz ezt. Hozzátok fordulunk, akik őrei vagytok mindannak, ami eddig Európa és a civilizált világ becsülete és előjoga volt. Az igazság tisztelete, a szellem szabadságos, a lelkismeret tisztasága. Kérünk minden írót, minden lehető eszközzel ezt a felhívást. A vádlott megszólalt. A Vox Humana ítéletet vár. A szó a bírákat illeti. Nem csak felettünk, maguk felett is ítélkeznek. Senki nem válaszolt rá. Sehonnan. Több nyelven ment ez a megfogalmazás, ami azért is külön kiemelendő, mert ezt egy illegalitásban is harcoló kommunista ember írta, és aki a szememben az egyetlen, aki ezért felmentést kap az alól a kommunista magatartás alól, ami ebben az időben mindenütt ebben az egész térségben, vagy az egész világban uralkodóvá vált. Én itt, igen, azt szeretném még három szóban, hogy mi maradt akkor a cseheknek és a szlovákoknak, hogyha ez az akció. Az egyik ugye maradt, minthogy a kitelepítés dugába dőlt, belügyi megoldás. Ezek a deportálások. Ez, amiről beszéltünk, 46 novemberétől 10 000-ével vitték a magyarokat cseh területekre. És érdekes ez az érv, mert ezt majd Wyszynski is szembeszegezi
a párizsi béketárgyaláson a magyarokkal, mert mégiscsak keresztül akarják vinni, hogy egyezenek bele abba, hogy kitelepítik a magyarokat Felvidékről. És azt mondja, miért mondják azt, hogy 200 ezer magyar Csehszlovákiából nem tud befogadni Magyarország? Hát itt van a Potsdami egyezmény. Önöknek 550 ezer németet ki kell telepíteni. Tehát van hely. Na, ugyanez azért megtörténik Csehszlovákiában is. A cseheknek el kell ismerni, nekik nincsen annyi emberük, hogy a németek helyére annyi csehet és szlovákot telepítsenek, és még mindig lakott maradjon a terület. Tehát ez a deportálás az egyik. A másik a diplomáciai út, a lakosságcsere egyezmény, amit itt Magyarországon, ez a Vorosilov Marsalvisz keresztül, és hát itt, ahol éppen vagyunk, ugye itt 47 februárjában itt emlékezünk mindig, hát egyrészt a február 10-i párizsi békére, másrészt pedig Kovács Béla elhurcolására, mondjuk a magyar nemzeti közösség felszámolásának a folyamata kezdődik itt szörny, amit itt Rákosiék művelnek, és közben hirdetik, hogy az, hogy nem sikerült a kitoloncolás a cseheknek, az egyedül az ő demokratikus államalakulatuknak köszönhető, és ez a propaganda megy itt mi nálunk Magyarországon. De még utána hátra van a fekete leves, mert ugyanaz a kommunista módszer is marad, amit mindenütt csinálnak, ez a népbíráskodásnak a módszere. Tehát a különböző rostákon kell átmenniük azok, és bocsánat, tehát az egyik legtömegesebbet felejteném el, a reszlovakizációt. És azért szeretném azt is megemlíteni ezzel, hogy ahogy mint hogy eléggé messze vagyunk már időben ettől, látjuk, hogy mindaz, ami ekkor történt, nem csak az akkori pillanatnyi drámaiságában jelenik meg, hanem annak az utóélete, annak a kibontakozása is itt van már előttünk, hogy hogy történik ez. Ugye, sokkolja az embert, amikor olvassa, hogy a szlovákok maguk hogy kezdenek panaszkodni és felszólalni a saját kormányuk ellen, hogy szervezték meg ezt, hát leállt az egész földművelés. Nincs. A magyar parasztok nem akarnak dolgozni, a szlovák gondnokok még nincsenek megfelelően helyzetben. Miféle dolog az, hogy a magyarok galántán magyarul beszélnek, miféle dolog az, hogy a Magyarországról idehozott úgynevezett szlovákok nem tudnak szlovákul és magyarul beszélnek. Szóval egy olyan tudati és népkeveredést hoznak létre ebben az időben, hogy tulajdonképpen az embereknek a feje teljesen kótyagossá válik, és az indulatok elszabadulása nagyon könnyűvé válik ilyen körülmények között. És hogy folytatódik ez majd a későbbiekben, tehát ha még lesz rá idő, akkor egy személyes visszaemlékezést is szeretnék majd felolvasni. Most azonban ezután a történeti visszatekintés után azt szeretném, hogyha kicsit ennek az utóéletét is kicsit megnéznénk. Változott ez a helyzet azután, hogy tulajdonképpen az a állami politikai alakulat Csehszlovákiában is ugyanúgy megdőlt, és ma már nincs is Csehszlovákia, mint itt Magyarországon, vagy Közép-Európában. Vagy elnök úr, hogyha arról, ahogy a Magyarok Világszövetsége szembenézett ezzel a kérdéssel, röviden tudnál egy néhány gondolatot ismertetni? Köszönöm a szót és a meghívást. Végighallgatva Botján Zoltán előadását arról, hogy is zajlott a nemzeti kérdés kezelése a II. Világháborút követő években
a csehszlovák államban, csak megerősödik bennem és bennünk, akik ezt hallgatjuk, az a tétel, hogy amit a magyar állam és a magyar nemzet magából, a maga véréből, verejtékéből, sok ezer éves belharcaiból és háborúiból leszűrt, és ennek tanulságaként létrehozta a Szent Korona államát, amelyikben minden népnek, minden népcsoportnak, minden nemzetiségnek szabad joga volt a maga, nem csak a maga anyanyelvét használni, hanem közösségként, nemzeti közösségként vagy népként megélni az életét, gyarapodni, szaporodni, erősödni. És amit ezt elemezve mondani szoktam és szoktunk, hogy ha Anglia és Franciaország vagy Magyarország olyan politikát, a Magyar Királyság olyan nemzeti politikát folytatott volna, mint Anglia vagy Franciaország, akkor itt nem maradt volna sem szlovák, sem román, sem szerb, hiszen csak magyarok és csak magyar ajkú népek maradtak volna, mint ahogy történt ez Franciaországban. Sok millió más nyelvű, más nemzetiségű ember franciásításával, vagy Angliában sok-sok tízmillió más nyelvű, más nemzetiségű ember angollá átgyúrá, angol ajkúvá való átgyúrásával. Na most ezt a sort bátran kiegészíthetjük Csehszlovákiával is, hiszen Csehszlovákia, mint láttuk, ugyanezt a politikát folytatta, tömören sűrítve pár év leforgásába, és pár év leforgása alatt próbálva elvégezni azt, amit esetleg mondjuk Anglia és Franciaország esetében évtizedeket, netán évszázadokat igényelt. Hát igen, az, amit benesi dekrétumoknak hívunk, és amelyhez oda kell tenni feltétlenül előzményként az 1945. április 5-én elfogadott kassai kormányprogramot, amelyet érdekes módon Benes elnök nem írt alá. Tehát ő maga nem írta alá. A csehszlovák kormánynak számos minisztere aláírta, de ő maga nem. Hát ez egy érdekes taktikai lépés volt. Nem is ő volt a szövegszerzője, mint kiderült, nem is Kassán írták, hanem Moszkvában írták, és Klement Gottwald volt az eszmei szerzője. Fennmaradt az a dokumentum is, amelyiket még ő jegyez, és amelyet egyszerűen csak átkereszteltek, és kassai kormányprogramnak neveztek. Tehát ez a kassai kormányprogram ugyanúgy előírja a magyarok és a németek kollektív bűnösként való kezelését, mint ahogy azt aztán a gyakorlatban levezénylik Benes elnöknek számos rendelete. A felvidéki kitelepítések emléknapján ugye tételesen is el kell ismételnünk azt, hogy egyrészt belső deportálások is voltak, amit nem nevezünk kitelepítésnek, mert ugye egy államon belüli innen oda való kényszer áttelepítést azt nem kitelepítésnek, hanem deportálásnak hívják. Ez, ahogy Botján Zoltán is említette, területéről Csehországba irányult, a szudéta németek helyébe. És a másik tömeges lakosság mozgatás az valóban kitelepítés volt, már azt is átkeresztelték lakosságcserének egy ilyen eufemizmussal, hogy voltak éppen Magyarország és Szlovákia cseréli ki egymás között a maga nemzetéhez tartozó népcsoportjait, és ezt is olyan hazugságokra építették, mint hogy kitalálták, hogy Magyarországon volna 500 ezer
számszerűen megmondták, hogy 500, nem tudom hány, 77.033 szlovák van, és akkor azokat haza lehet telepíteni, holott tudjuk, hogy 100.000 körüli volt a lélekszámuk. És a nagy különbség a két, tehát amitől ezt mégsem lehet lakosság cserének nevezni, az abból állt, hogy míg a felvidéki magyaroknak válogatás alapján, bizonyos válogatás alapján útilaput kötöttek a talpuk alá, megkapták az értesítést és menni kellett, addig a magyarországi szlovákok között fényképekkel házaltak, lefényképezvén azokat a házakat, amelyek a felvidékről kitelepített magyarok után üresen maradtak, és ilyen fényképalbumokkal kínálgatták a magyarországi szlovákoknak, hogy tessék választani, melyik házba szeretnének átköltözni, hogyha hazaköltöznek Szlovákiába, Csehszlovákiának a Szlovákia részére. Hát ugye hol lehet a kettőt egy napon említeni, hol lehet egyenlőség jelet tenni a két bánásmód és az két eljárás között. Igenis, a magyarság felvidékről való elűzése kényszer kitelepítés volt, a szlovákok pedig Szlovákiába való telepítése az haza csalogatása jó esetben, megtetézve egy kis lakosság etnikai, tehát a települések etnikai összetételének a megvegyítésével. Mert hogyha egy faluból, egy szintiszta magyar faluból akárhány magyar embert kitelepítettek, akkor helyükbe annyi szlovákot hoztak, ahány üres ház volt, esetenként többet is, hogyha több volt a gyerekük. Nos, ez a kérdés, a kitelepítettek ügye egy bonyolult kérdés, különösen ekkora távolságból, 70 év távlatából szinte megoldhatatlannak és jóvá tehetetlennek tűnik. Európában talán 15, talán 30 millióra teszik azoknak a számát, akiket a II. Világháború utáni évtizedekben otthonuk elhagyására, tehát elmenekülésre vagy kitelepítésre kényszerítettek. Ugye az első legnépesebb csoport az nyilván a németeké volt, akik a II. Világháború után 15 millióan kellett elhagyják otthonaikat, az egész Baltikumot, Poroszország, a hajdani paraszt Poroszországot el kellett hagyniuk, és hát elegészen a Szudéta németekig, mert ők közülük is 3 milliót tettek földönfutóvá, és űztek el szülőföldjükről a benesi dekrétumokkal, a legbarbárabb eszközöket bevetve, és tömegmészárlásokat rendezve köreikbe. A Szudéta német közösség elég jól szervezett. Többségük, döntő többségük Bajorországba került, került belőlük Svábországba is, és a Német Szövetségi Köztársaság más államai is, de döntő tömegükben Bajorországba kerültek, és ezek a hazájuktól megfosztott németek a nyilvánvaló hazafias érzelmeiktől fűtve jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Bajorországban a II. Világháború után napjainkig egyetlen párt kormányoz, jól lehet több pártrendszer van, és mindenféle színű párt lehetséges, de Bajorországban lényegében csak a keresztény szociális unió, egy keresztény és nemzeti értékeket valló párt kormányoz, de ebben nyilvánvalóan egy döntő szerepet játszanak a Szudéta németek, akiket tömegeikkel ide telepítettek át. Na most ebben a magyarországi viszonylatban
is árnyaltan kell látni a képet, meg csehszlovák viszonylatban is, mert a Szudéta földről azért sokan hazatérhettek néhány év után a maguk felvidéki otthonaiba. Más kérdés, hogy mi lett a házaikkal és a javaikkal, de elég sokan életüket megmentették, és egy ilyen megpróbáltatás után kényszermunkatáborként is felfogható hontalanság után újból szűkebb hazájákba kerülhettek. A felvidékről ide áttelepített magyarokat sem az utcára tették ki, hanem úgy, ahogy a Potsdami egyezményből következően Magyarország kénytelen volt a saját németeit hazátlanná tenni, és őket kitelepíteni Németországba. A felvidékről áttelepített magyarok jelentős részét, egy részüket az elköltöző szlovákok helyébe, más részüket a kitelepített németek helyébe telepítették. Az is igaz, hogy volt közöttük olyan, aki egész gazdaságát hozhatta, tehát kapcsolatba kerültem, és vagyunk felvidéki kitelepítettekkel. Olyan nagy gazdák is akadtak közülük, akik több vagonnal hozhatták a javaikat, egész állatállományukat. Nyilván, mert a válogatás az főleg az szerint ment, hogy jó módú embereket kellett hontalanná tenni, azért, hogy a hátramaradó földeik, a hátramaradó ingatlanaik az átköltöztetett szlovákoknak jó módú életet biztosíthassanak. Tehát nem a földön futókat, a nincsteleneket telepítették ki, hanem főleg a jó módú magyar embereket. Nos, ennek eredményeként keletkezett felvidéken 600 ezer hektárnyi föld, amely föld lényegében gazdátlan maradt, hiszen a Magyarországra kitelepített magyarok földjeiről beszél. És hát különösképpen 1990 után, amikor a magánosítás ott is lezajlott, vagy a reprivatizáció bizonyos formái törvénybe iktatták, akkor megindult a verseny ezekért a földekért, hiszen időközben ugye 50 év eltelt a kitelepítés óta, az a nemzedék, amelyik akkor felnőtt korát élte, az vélhetően már alig volt életben, ha még egyáltalán volt élő tagjuk. Életben voltak az akkori kitelepítés gyerekként megélők, de ők is már bizony túl a fiatalkorukon. De hát nem volt valószínű, hogy bárki közülük a Magyarországra áttelepített felvidéki magyarok között a 90-es évek után hazatelepedjen Szlovákiába, és ott birtokba vegye az egykori család egykori földjeit, és azzal elkezdjen gazdálkodni. Így hát ezek a földek jó ideig gazdátlanok voltak. Volt is olyan kísérlet, azt hiszem a Mecsár kormány idején, hogy ezeket a földeket szlovák állami tulajdonba helyezzék. Ez ellen viszont heves tiltakozás zajlott magyar részről, amelyik nemzetközi fórumokhoz is eljutott, úgyhogy tudomásom szerint ez a folyamat leállt, és nem állami tulajdonba kerültek ezek a földek, hanem önkormányzati tulajdonba, amiből aztán ugyancsak az új keletű oligarchia, akár a felvidéki magyar oligarchia, vagy a felvidéki magyar politikummal jó kapcsolatot ápoló réteg szerezhetett előnyöket, illetve vehették birtokba gazdálkodás véget, vagy bérbe az önkormányzatoktól ezeket a földeket. Jelzem, ma is vannak híreink arról, hogy még vannak Magyarországra áttelepített felvidéki magyarok, akik napjainkban is küzdenek az ott maradt földjeik visszaszerzéséért, és
van is olyan, akinek kellőképpen jól dokumentált iratai vannak, és akinek az adott faluban, esetleg az adott földterületet még nem vette igénybe túl nagy hatalmasságú vállalat tulajdonba földeket. Nos, hát a fájdalmat, amit, és az embertelenséget, amit a kitelepítettek, megéltek és el kellett szenvedniük, ezek a kárpótlások semmiképpen nem orvosolják, de látjuk, hogy egy ilyen távoli időből már nem is igazán reménykedhetnek abba, hogy valamiféle orvoslás lesz. De vannak ugye Európában ennél sokkal frissebb kitelepítettek és menekültek is, ha csak a ciprusi konfliktusra gondolunk, mert Ciprusban is ugye Törökország megszállta a sziget egy részét, ezelőtt körülbelül 3 évtizeddel, 4 évtizeddel, és onnan a görögöknek menekülniük kellett. Hát ők is elmenekültek, vagy Ciprus görög fennhatóság alatti területére, vagy Görögországba, vagy Európa különböző államaiba. Tehát ők is elég nagy lélekszámban vannak. És pedig ezek frissebb keletű dolgok, még sincs remény, hogy őket haza telepíthessék. Összegezve ezt a II. Világháború utáni kitelepítettek nem csak magyar, de nyilván főleg a magyarokra gondolva, de nem csak rólunk beszélve, a II. Világháború utáni kitelepítettek és menekültek kérdését. Itt el szeretném mondani, hogy van is egy európai szintű szerveződés, az Európai Menekültek és Kitelepítettek Európai Uniója, UESE a betűszava, a betűneve, olasz betűszó ez, mert a kezdeményezői olaszok voltak, hiszen tudjuk, hogy a II. Világháborúban végül is innen a gazdát cserélt isztriai félszigetről is elmenekült körülbelül pár százezer, illetve kitelepítettek pár százezer olaszt, akik miután ez jugoszláv fennhatóság alá került ez a terület. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a február 10-i napot, ami a párizsi, a II. Világháborút lezáró párizsi békeszerződés kihirdetésének vagy aláírásának napja, ezt a napot Olaszországban emléknapként iktatták törvénybe, emlékeztetve a ma élő olasz nemzedéket, és különösképpen a felnövőket, hiszen ezen a napon az iskolákban kötelezően megemlékező órákat kell tartani az isztriai olaszok szenvedésére, előzetésére és deportálására. Tehát Olaszország ezt a kérdést elegánsabban oldotta meg, mint Magyarország június 4-ével, amikor ahelyett, hogy egy törvénytervezet helyett, amelyet ketten, alapjában véve ketten dolgoztunk ki Bottyán Zoltánnal, és figyelembe véve éppenséggel az olaszországi törvényt is, június 4-ét 2010-ben megpróbáltuk a Magyar Országgyűlés által, ha nem is nemzeti gyásznappá, de magyar nemzeti emléknappá nyilvánítatni. Ezt a kétharmadot szerzett Fidesz überelte a maga törvénytervezetével, amit 2010. június 4-én el is fogadott a Magyar Országgyűlés, de amely fájdalom Trianon kegyetlen gyásznapját, a magyarság legnagyobb szétszakítatásának napját, a magyar összetartozás napjává keresztelte át, tudathasadásos állapotokat teremtve ezzel az egész magyar nemzet életében. Mondtam már ezt a hasonlatot is, és ismétlem, ez körülbelül úgy hangzik, mint hogyha a zsidóknak azt mondanánk a II. Világháború után, hogy a holokauszt az nem egy tragédia, az a zsidó életnapja, mondjuk körülbelül. Aztán gondolja mindenki, amit akar. Hát körülbelül így illik június 4-ére a magyar összetartozás napja fogalom. No, tehát jelzem, hogy van egy ilyen európai szövetség, amelyekben legfőbb képviselők ugye a szudéta németek, mert ők vannak a legnagyobb számban, akiket otthonuk elhagyására kényszerítettek,
igencsak befolyásosak ebben az olaszok is, meg a ciprusi görögök is, de ott vagyunk mi magyarok is, hiszen a Magyarok Világszövetségét is felvették ebbe a nemzetközi szervezetbe, ennek a Magyarok Világszövetségének a tagja, úgyhogy a felvidéki áttelepítettek érdekeit is folyamatosan napirenden tartjuk, és örvendenénk is annak, hogyha a felvidéki kitelepítettek létező körei is tudomást szereznének erről a lehetőségről, hogy a Magyarok Világszövetségének ebben az Európai Menekültek és Elüldözöttek Uniójában való tagsága folytán ne csak belmagyar ügyként adjuk elő ezt a méltánytalanságot, hanem vigyük az európai nagypolitika porondjára. Erről a szövetségről annyit el kell mondani, hogy eleinte Triestben volt a székhelye, hiszen a főtitkára olasz volt, utána pedig, miután a főtitkára görög lett, áthelyezte a székhelyét Brüsszelbe, hiszen célja ennek a nemzetközi szövetségnek, hogy az Európai Unióban valamiféle hivatalos képviselethez jussanak. Legfőbb álmuk az, hogy egy Európai Uniós biztost, a meglévő talán 17 uniós biztos mellé egy ilyen menekült és deportált ügyi biztost is létesítsenek, ilyen tisztséget az Európai Unióban, de úgy tűnik, hogy ettől azért még távol vagyunk. Annál is inkább, hogy úgy tűnik, hogy a szudéta német képviselet az eléggé kapitulált, és hát akkor ezzel visszakanyarodok tulajdonképpen a magyar kitelepítettek ügyéhez, meg a benesi dekrétumok ügyéhez, hiszen amikor a 2000-es évek elején az Európai Uniót bővítették, akkor mind Szlovákiát, mind Csehországot fel kellett venni az Európai Unióba. Olyan idők voltak ezek, amelyek egyébként még ma is érvényesek, jól lehet ma már Lisszaboni szerződés az, ami az Európai Uniót szabályozza, és az sokkal szűkebbre fogja az egyes államok hatáskörét és szuverenitását, de akkoriban még teljes szuverenitással rendelkeztek a tagállamok, és minden egyes tagállamnak vétó joga volt minden egyes tagjelölttel szemben. Hát mi sem lett volna kézenfekvő, mint hogy Németország megvétózza, Csehország, esetleg Szlovákia, de hát ők a Szlovákia esetében kevésbé voltak érintettek, jól lehet ott is voltak Szlovákiában német áldozatai, különösen a cipcerek és a szepességi szászok körében benne a tomboló német ellenességnek. Hát mi sem lett volna egyszerűbb, mint hogy Németország megvétózza Csehország tagfelvételét addig, ameddig a cseh állam nem törli jogrendjéből a benesi dekrétumokat. Hiszen a benesi dekrétumok semmivel sem jobbak, mint Hitler legocsmányabb fasiszta rendeletei, vagy az ő idejében elfogadott német törvények. Náci kirekesztő idegengyűlölet. Semmivel sem jobbak a benesi dekrétumok, és hát az Európai Unió erkölcsi halála lényegében akkor morális ellehetetlenülése akkor következett be 2001-2002-ben, amikor ez a folyamat zajlott, és amikor az Európai Unió, még az Európai Parlament akkori elnöke Pat Cox egy nemzetközi jogászbizottságot is felkért a benesi dekrétumok hatályosságának a kivizsgálására, illetve annak a megvizsgálására, hogy ezeknek a dekrétumoknak a cseh és a szlovák, de főleg a cseh jogrendben való továbbélése aggályos-e Csehország Európai Uniós tagsága szempontjából, és hát itt ebben az ügyben elsőként kapitulált Németország, élén a szudéta német érdekképviselettel, Bernd Posselt nevét mindenképpen meg kell említenünk. Ő egy Bajorországban élő politikus, aki azt hiszem jelenleg európai parlamenti képviselő is már hosszú évek óta, talán a második mandátumánál tart. Ő a németországi szudéta német szövetség elnöke,
és vele az élen kijelentették 2002. november 7-én, eleinte még habzó szájjal tiltakoztak annak a három jogásznak a jelentése ellen, akik azt mondták, hogy fel lehet venni Csehországot, ezek a dekrétumok nem zavarnak sok vizet. Akkor, mikor ezt nyilvánosságra hozták, akkor még habzó szájjal tiltakoztak Ben Posseltől az élen ez ellen. Utána pár hét alatt, vagy pár nap alatt jobb belátásra bírta őket a német nagypolitika, és meg kellett érnünk azt a gyalázatot, hogy 2002. november 7-én az óriási létszámú Európai Parlamentben óriási létszámú német képviselők elfogadták Csehország Európai Uniós tagságát, anélkül, hogy ez ellen tiltakoztak volna. Na most, hát ezzel azért meg is teremtették, meg is ágyazta a drámai elvtelenségen és ezen a képtelenségen felbátorodó cseh állam fogta magát és elfogadott egy olyan törvényt, illetve parlamenti határozatot, amelyikkel kimondták a benesi dekrétumok örök időkre való sérthetetlenségét. Ezen felbátorodva, hogy a dominó effektussal Szlovákia is felbátorodott, és szlovák a pozsonyi parlamenttel is nem sokkal később elfogadtattak egy hasonló határozatot, ők is kimondták, hogy a benesi dekrétumok cáfolhatatlanak, illetve örökérvényűek és megfellebezhetetlenek. És ezt a magyar politika szemtelenül végignézte. Bátortalanul 2002 tavaszán Orbán Viktor akkori miniszterelnök egy fél mondattal egy brüsszeli meghallgatása keretében, amikor egy Schröder nevű, nem összetévesztendő a német kancellárral, de egy Schröder nevű német európai parlamenti képviselő rákérdezett, hogy mi a véleménye a benesi dekrétumokról. Hát annyit mondott, hogy igazán nem látja, hogy a benesi dekrétumoknak nincs helye az Európai Unióban. Na most ebből óriási diplomáciai paláver lett. Lemondták a visegrádi négyek következő tanácskozását, amelyre Magyarországon került volna sor. Fájdalom, hogy a magyar külpolitika akkori bénasága folytán még Lengyelország is csatlakozott ehhez a bojkotthoz, és hát ez nyilván ez is hozzájárult Orbán Viktorék 2002-es bukásához, a 2002-es magyarországi választásokon. A Magyarok Világszövetségéről ennek összefüggésében el kell mondani, hogy valóban akkor, amikor még 2001-2002-ben egyetlen magyar képviselő sem volt az Európai Parlamentben, hiszen tudjuk, hogy csak Magyarország csatlakozása után, 2004. május 1-én bekövetkezett csatlakozása után kerültek magyar képviselők az Európai Parlamentbe, addig egyedül a Magyarok Világszövetsége verte félre a harpangot, hiszen mi 2001 és 2002 novemberre között egy legalább 6 alkalomból brüsszeli nyílt meghallgatással, az Európai Parlamentben megtartott nyilvános fórummal, ahol a szlovák állam képviselőivel a sajtó nyilvánossága előtt ütköztünk, folytatva egy külön angol nyelvű kiadvány, a benesi dekrétumoknak egy angol nyelvű summázata elkészítésével, és annak a kiadványnak a Brüsszelben az Európai Parlament minden egyes képviselőjének névre szóló levéllel való eljuttatásával felráztuk az Európai Parlamentet, hogy a benesi dekrétumoknak nem csak csehországi vonatkozása van, tehát nem csak német-cseh kérdés ez, hanem magyar-szlovák kérdés is, sőt magunk mellé állítottunk az államiság nélküli frakcióban helyet foglaló skótok, katalánok, baszkok számos képviselőjét, több képviselőjét,
akik bizony félreverték hangosan a harangot, és amikor Kéménden, itt Felvidéken egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót tartottunk, ahol még a Frankfurter Allgemeine Zeitung közép-európai tudósítója, amúgy Bécsben székelő közép-európai tudósítója is megjelent, akkor ezen a kéméndi nemzetközi sajtótájékoztatón eljöttek baszk és katalán képviselők, közülük az egyik Miguel Mayol irányál ott hangosan kimondta, hogy az Európai Unió szégyenét képezik a benesi dekrétumok, hogy ezeket a dekrétumokat hatályosan meg lehet tartani a jogrendben. Nos, hát miután Magyarország, mint állam soha nem szólalt fel ez ellen a benesi dekrétumok ellen egyértelműen, nyilvánvaló, hogy a következményeinek a megfékezése is szinte lehetetlené van. A benesi dekrétumokért ma is folyik így ilyen-olyan egy-egy magyar képviselő folytat az Európai Parlamentben is ilyen utóvét harcot, próbálnak a petíciós bizottságon keresztül, meg az Európai Unió bíróságán ilyen-olyan eljárásokat kezdeményezni, mint látjuk, de nem igazán sikerül ez. Tehát, tisztelt házigazda és kedves hallgatók, én azt mondom, hogy a felvidéki kitelepítettek emléknapján örök fájdalommal kell a szívünkben minden kitelepített testvérünkre gondolnunk. Azt kell kívánnunk nekik, hogy sikerüljön beilleszkedniük az új hazában, lehetőleg az anyahazában, és nem a világát szétszórtan, és hogy használjanak ki, és használjunk ki minden lehetőséget társulva a nálunk sok millióval nagyobb lélekszámú más európai pontalanná tett népcsoportokkal, hogy mégiscsak legalább ez az öreg földrész addig, ameddig még a migráns özön teljesen meg nem változtatja arculatát, addig próbáljon szembenézni önmagával, és ezt a kérdést legalább erkölcsi szinten és ilyen szimbolikus gesztusokkal nyugvópontra juttatni és orvosolni. A Magyarok Világszövetsége a politikai harcban is partner volt és partner marad, és hát a szimbolikus gesztusok a utólagos gyógyír osztásban is szívesen kiveszi a részét. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Mielőtt megkérdezném, hogy kíván-e valaki észrevételt fűzni, kérdést intézni, ezt a közönségünknek, az internetes közönségünknek megmutatnám ezt a Tomás Krisztliknek Zamčené dějiny, hogyha jól mondom, titkos vagy rejtett történet, vagy rejtett történelem című könyvét, amin nem tudom, hogy a képen is látszik-e, inkább elmondom a számokat. 18, 38, 48, 68, tegyük hozzá 2008-ban jelent meg ez a könyv. Hát, hogyha valaki tudna olyan csehül és magyarul egyaránt jól tudó tollforgatót, aki ennek a magyarra fordítását vállalná, azt nagyon nagy örömmel vennénk, mert úgy gondolom, hogy ezt a könyvet is ugyanúgy, mint a Rudolf Kucsera könyvét érdemes lenne a magyar nagyközönségnek magyarul is megismernie, éppen azokból következően is, amiről elnök úr beszélt. Úgy gondolom, hogy a migráns özönre történő utalással kapcsolatban érdemes még annyit megjegyeznünk, hogy ezeknek a fogalmaknak a helyes használata az azért is nagyon fontos, mert hát látjuk itt az elmondott történetből is, hogy a politika hogy játszik, hogy manipulál ezekkel a dolgokkal, hogy menekült, államiság nélküli
stb. Stb. Ha akarja, elismeri, ha akarja meg. Tehát ez a támogatott, tűrt, tiltott dolog, ez egy általános hatalmi játszmának a dolga. Ezzel kapcsolatban csak emlékeztetnék arra, hogy 1946-ban a lengyelek támogatták ezen a békekonferencián a magyarok kitelepítését. A békekonferencián. Ugyanígy 46-ban a kínaiak a következő tanácsot adták. Azt tanácsoljuk, hogy a csehek közé és a szlovák közé szétszórtan telepítsék a magyarokat. Annak idején mi is ezt csináltuk a hunokkal. Azóta váltunk testvérnépként, igen. Igen, azóta váltunk, igen, testvérnépként, igen. Jó. Hát amennyiben nincs, akkor én köszönöm mindenkinek a érdeklődést és a figyelmet. Elnök úrnak köszönöm a részvételt, és mához egy hétre ugyanebben az időben találkozunk. Köszönöm szépen.